Újabb 30 kilométernyi autópálya elkészítésére írtak alá szerződést. Ennek értelmében a kivitelezésre 5 év áll az építőcég rendelkezésére. A kormányfő szerint ez rendkívül hosszú idő. Elképesztő sebességgel kell fejlődnie a közlekedési infrastruktúrának Romániában, az ilyen jellegű beruházások pedig a kormány prioritását képezik, hangsúlyozta Ludovik Orbán. A kormányfő hétfő részt vett a Nagyszeben-Pitest autópálya Kurtyádi Árgyes és Pitest közötti szakaszának megépítéséről szóló szerződés aláírásán. A kivitelezéssel az Asztádi céget bízták meg. Nem tapsoltam a szerződés aláírásakor, akkor fogok tapsolni, ha a szerződést a lehető legjobb feltételek között, lehetőleg a kitűzött határidő előtt teljesítik. A 12 hónapos tervezés és a 4 éves kivitelezési időszak túl hosszúnak tűnik nekem. A Nagyszeben-Pitest autópálya szakaszon Nagylakot Bukaresttel összekötő A1-es stráda mintegy 122 kilométeres szakasza. Ebből a Kurtyádi Árgyes-Pitest pálya szakasz 30 kilométert és 350 métert tesz ki.